A tékból a labdarúgás és az asztali tenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet egy ívelt asztalon játszanak. Ezen a két sportágon kívül még tenisz, röplabda és kézilabda változata is van. A paksi általános iskoláknak mobil tékból asztalt adományozott Paksváros önkormányzata. A Csengei Dénes Kulturális Központ Színház termében tartott ünnepélyes átadón Szabó Péter polgármester kiemelte, a magyar innovációs sporteszköz, mely a világon egyedülálló fejlesztés, a labdajáték szerelmeseinek nyújt széles körű lehetőséget. A több sportág számára is hasznos, sokoldalú készségfejlesztő eszközöket Paksváros önkormányzata vásárolta, kint egy 2,5 millió forint értékben. 2012 óta létezik ez a sportág, ez a fejlesztés, de egy ilyen újdonságnak én azt gondoltam, hogy helye van Pakson, úgy, ahogy korábban helye lett, és szintén országos, de nemzetközi viszonylatban is. Akkor még furcsán tekintettünk a floorballra, de én azt gondolom, hogy ma már ugye a floorball is megtalálta a helyét nemzetközi színvonalon is, vagy nemzetközi szinten is. Én úgy így tekintek erre a techball asztalra is, mint a jövő generációjának az egyik nagyon népszerű sporteszközére, hiszen ahogy az itt elhangzott már, többféleképpen lehet használni. Az átadón a Nemzetközi Tékból Szövetség világélvonalába tartozó tagjai tékból bemutatót tartottak a paksi általános iskolák testnevelőinek és intézményvezetőinek a Csengei Dénes Kulturális Központ színpadán ideiglenesen felállított tékból asztalon. Az új sporteszköz az öt paksi általános iskola testnevelés óráit, szabadidős foglalkozásait színesíti a jövőben. Paksváros önkormányzata ezzel a sporteszközzel járult hozzá a paksi fiatalok sportos, egészségmegőrző életviteléhez. Én úgy gondolom, hogy mindig kell valami újdonság az iskolások testnevelésében. Szerintem ezt a tömegsport foglalkozásokon, illetve a délutáni testnevelés órákon kiegészítő játékként biztos, hogy heti szinten fogjuk alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek ezt nagyon élvezni fogják, hiszen öt sportágat lehet az asztalon kipróbálni. Biztos vagyok benne, hogy örömét leli mindenki a játékban. Most, hogy így kipróbálhattam a kézilabdát, én azt látom, hogy mindenképpen az állóképességet, a labdaérzékelést, az ügyességet, tulajdonképpen a csapatjátékot, hiszen egyszer passzolni kell a játékosoknak, tehát mindenképpen én úgy látom, hogy sokrétű fejlesztést lehet a gyerekeknél elérni. Szabó Péter polgármester elmondta, Paks közterületein is tervezik a közeljövőben tékból asztalok kihelyezését a város lakosainak használata részére.